Sziasztok! Akkor folytatjuk a műsorunkat. Következik a Movie Fight, ami gyakorlatilag arról fog szólni, hogy három filmkritikus, Mirza Kicsi, Szekeres András és Szirmai Gergő összemérik, hogy ki tehát elmondják, hogy ki milyen véleménye van bizonyos filmekről. Ehhez szükségünk lesz zsűrire. Itt láttok 7 széket, és én nem nagyon láttam most a közönséget a fényektől. Ha valaki szeretne zsűrinek jelentkezni, hiszen ott felröppett egy kéz, 2, ott egy lány, igen. Ó, látlak titeket! Jó, itt egy fiatal ember, ott egy szemüveges hölgy, mögötte egy zöld kabátban. Itt felállt az úriember. Jó, legyen a véres szájú hölgy. Na, hányan vagyunk most? Még mennyi hely van? Jó, 3 hölgy, 2 úr. Na, még 2 hely szabad, akkor legyen még 1 úr és 1 hölgy. Ott ugrál valaki. Igen, szuper. 1 úr, és akkor lesz még 1 hölgy. Ott integet egy cica? Cica lány, igen. Na, tehát ti lesztek a zsűri. A feladat nagyon egyszerű. Mindenki el fogja mondani majd a véleményét, és akkor szavazni fogtok kézfeltartással. Én ott leszek lent veletek, majd én is mindjárt kérek egy széket magamnak, és összeszámolom a szavazatokat, és akkor a végére ki fog derülni, hogy ki az, aki nyert. És akkor megkérem a moderátort, Holló Vaskó Pétert, hogy jöjjön fel. Megkérek az előadóknak 4 széket. És akkor át is adom a mikrofont. Sziasztok, ez itt a Kritikusok Harca lesz már is. Szólítanám is hozzá a véres szájú szakértőinket. Szekeres András Márkot, level 99-es Archgeeket. Egy nagy tapsot kérek neki! Másodiknak pedig szólítanám Mirza Kicsit, a FAK Mass Effect Free Ending Szövetség elnökét és az SF Portál főszerkesztőjét. Nagy tapsot neki! Harmadiknak pedig egy Gergő nevű fiút szeretnék fölhívni a színpadra. Ki tudja, milyen Gergő? Halljam! Szerintem ne is facapoljunk a pontozással. Gergő megnyert, tehát köszönjük szépen! A zsűrit kérdezném először, hány Szirmai Gergő rajongó van köztetek? Most oké, köszönjük szépen! Ez most kell egy óra, menjünk akkor! Aki nem tudná, miről is szól ez a bizonyos Kritikusok Harca, arról van szó, hogy fölmerülnek bizonyos filmes jellegű témák, és 3 véres szájú profi szakértő fogja elmondani a véleményét, ütköztetni a véleményét, a zsűri pedig pontozza, értékeli minden egyes kérdés után a tevékenységüket, majd szólok mikor, és utána összeszámoljuk, a végén pedig nyer a Gergő. Úgyhogy nagyjából ez lesz a dolognak a menete. És ne is nagyon vacakoljunk sokáig, el is tenném nektek az első kérdést, srácok. Melyik a legrosszabb karácsonyi film ever? Jó, nem mondhatom azt, amit szeretnék, mert hogy itt megdomálták velem azt, hogy hát ne ugyanazokat mondjam, mint a Gergő, mert az csalás lenne, és ő előbbre írta ezeket a válaszokat. Pedig én annyira szeretném, úgyhogy nem fogok ezért pontot kapni, de akkor bemondok egy olyat, hogy a Reszkessetek Betörők sorozat, és nem azért, mert hogy annyira rossz lenne, hanem annyiszor elnyomják az összes rohadt karácsonyi tévéműsorban, hogy azt már annyiszor láttam, hogy valami hihetetlen hócipőm tele van. Ólapátos hentesnek öltözött valaki, kifelé elkaphatja a dzsunt. Nos. Én szokatlanabb jelöltem van erre a címre, mégpedig a Prometheus című film. Ugye egy rossz karácsonyi filmre volt a kérdés, azzal ugye mindenki egyetért, hogy a Prometheus az egy rossz film.
Jó? Na, nem? Így van, szóval rendkívül zagyva a története, rendkívül logikátlanul viselkednek benne a szereplők, már megtanulhatjuk belőle, hogyha egy űrhajó gurul utánunk kerékgyaránt, akkor előrefelé kell futni, hogy legázoljon. Szóval még lehetne elcsetelni tovább ugye a film gyengeségeit. De miért karácsonyi film? Ez egy olyan érdekes dolog. Ha megnézitek alaposabban, karácsonyfát állítanak épp a kapitány a hajóban. És ez nem csupán egy ilyen véletlen kis mellékesség, ugyanis a Prometheus többek között azért lett olyan rossz, mert két koncepciót kezdett el egyszerre írni az írója. Az eredeti koncepció az lett volna, hogy csináljanak egy Alien prequelt, ami az előzményeit mondja az Aliennek. Ezt elkezdték, aztán úgy gondolták, hogy ez olyan zsenant, nem eléggé tetszik, hanem csináljunk egy Krisztus filmet. Prometheusban ott van egy félig odarakott Jézus Krisztus film. Ha belegondoltok, az egész arról szól, hogy az emberiséget a teremtői, az architektek elpusztulásra ítélték, ám de egy fura közbeavatkozásnak köszönhetően, amit nem magyaráz meg a film, az emberiség elpusztítására küldött űrhajó nem tudott végül is eljutni, mert hogy elszabadult a biofegyver. És mindez 2000 évvel korábban történik, tehát pont Jézus idején. Tehát ha nem véletlen az a karácsonyfás jelenet, a filmben ugyanis ott volt egy Jézus Krisztus történet, aztán mégse az lett. Szóval, hogy ezért gondolom azt, hogy a Prometheus az egy nagyon rossz karácsonyi film. Nagyon rossz húsvéti tojásokkal az ajándékba, vagy a fa alatt. Igen, és igazából nekem jutott a szerencsés kvázi választás, mert nem hiszem, hogy ezzel bármi is tudna valaha versengeni. Az én választásom az a Star Wars karácsony, és hogy röviden összefoglalni, nem igazán lehetett, meg kell nézni ezt a filmet, hogy az ember igazán átlássa, hogy mennyire borzasztó, megszavazták több téren, több helyen a legrosszabb dolgnak, ami valaha történt a televíziózás során, pedig rengeteg háborút is közvetítettek, egyik sem volt ezek szerint ennyire borzalmas. És tény is, hogy annyira műfajhűtlen, univerzumhűtlen, céltalan, buta, szarul eljátszott, teljes káosz az egész sztori, hogy még az a zsíros lüktető tumor a Star Wars Galaxis oldalán George Lucas is megpróbálta összegyűjteni a kópiákat és kidobni a francba, tehát olyan szinten rossz volt, hogy még az az ember, aki még hosszú éveken keresztül törekedett arra, hogy tönkre tegye a Star Wars, még az is azt mondta, hogy ez azért már túlzás. Úgyhogy ennyi. De megtanultál belőle főzni, nem? Ja, kavargatni kell, igen, három kézzel. Zsűri, kedves zsűri, ki szavaz András Prometheusára? Három. Ki szavaz June reszkesetekbe törőkére? És ki szavaz Gergő Holiday Specialjére? Hát, én úgy látom, hogy ezt András vitte. Andrásnak jár egy pont. Élvezd ki, mert még amíg van. Ságosan szerint. Igen, ez most felfelé. Ki a leghatalmasabb öreg bölcs mágus vagy mester karakter a filmvilágban? Lásd még Gandalf, Obi-Wan, Dumbledore, stb. Én most egy ilyen, nem biztos, hogy annyian ismerik, de azért valószínűleg többen láttátok közületek a Avatar The Last Airbender című sorozatot. És én arra gondoltam, amikor ez igazából fölmerült bennem, hogy az egyik legzseniálisabb öreg bölcs az többen ott Iroh tábornok. Ha megnézzük, hogy az öreg bölcseknek nem az a igazán fontos, hogy mekkora tűzgolyókat tudnak haigálni, vagy ki tudnak emelni egy X-szárnyút, hanem hogy mennyire képesek tényleg a tanítványokat a jó útra terelni. És ha megnézzük, a legtöbb ilyen klasszikus öreg bölcs, Gandalf, Obi-Wan kap egy nagyon jó alapanyag tanítványt, és azt is majdnem elrontja. Tehát, hogy azért nem annyira jön át a bölcsesség. Ezzel szemben Iroh-ban az a zseniális, egyrészt egy nagyon jó karakter, egy nagyon átélhető múlttal a fiát elvesztett tábornok, akinek egy olyan tanítványa van, aki egy nagyon nehéz alapanyag. Egyrészt azért, mert egy rendkívül rossz, indulatos természetű, nagyon hátrányos családi helyzetű, ugye, mint megtudjuk, ráadásul ők a gonosz nemzet uralkodóháza. Hát ez sokkal nehezebb Luke-nak, akit ugye elnyomnak, a gonosz birodalom, nagyon könnyű beállni, jó útra térni és lázadónak lenni. Na de a gonosz birodalom örökösének, akit egész életében arra neveltek, hogy ő neki a családját kell szolgálnia, jóval nehezebb
És hogy Ironnak sikerül kemény, hosszas küzdelmek után, de tényleg bölcs, igazi bölcs guruként Zukóban elérnie azt, hogy belássa a tévedéseit, átértékelje a világképét, újraértékelje azt, hogy ki a jó, ki a rossz, hogy kinek az oldalát kell állni, hogy nem az apja szeretetét kell keresnie, hogy nem a nemzeti hagyományait kell védelmeznie, hanem hogy mindezzel szakítania kell. Ez bizony szerintem a legnagyobb kihívás, amit egy igazi bölcsmesternek ki kellett állnia, és ezt Iroh megoldotta. Oké. Az én választásom Yoda, és elmondom, hogy miért. Egyrészt a bölcsesség kvázi az így az öregséghez csatolható attribútum. Nem intelligencia feltétlenül, hanem az évek során összegyűjtött tudás összessége és értelmezése. Ezért volt az ős időkben az, hogy nem öltük meg az öregeket, mert ugye dolgozni már nem tudtak, de ugyanakkor a tudásokat át tudták örökíteni, meséket tudtak mondani a fiataloknak, stb. Tehát az öregség, a fizikai gyengeség, a fizikai ártalmatlanság kvázi kapcsolódik ehhez az egész gondolathoz számomra, és nekem Yoda azért ilyen szempontból a legfontosabb bölcs, mert oké, hogy a prequel trilógiában ott pattogott, mint az idióta, az nekem kvázi el nem ment a karakterének, mert Yoda pont arról szólt, az a klasszikus keleti bölcs, aki már kis bottal jár, lassú, de a mentális képességei, a tudása és a rálátása a dolgokra, az, ami igazán az erejét adja. Úgyhogy ez egyik dolog, a másik, ami még fontosabb, és már reflektál előre egy következő választásra, az az, hogy a bölcses, az igazi jó bölcs, a klasszikus meséken belül is, az útbaigazító, nem a kezedet fogja, hanem engedi, hogy te küzd meg a saját csatáidat. Ugye semmilyen ilyen sárkány ellen nem volt ott a vasorúpában is, és ütögetve a botta a fejét, tehát hogy ő mindig elirányít, vagy pozitív, vagy negatív értelemben, de elirányítja a hős a megfelelő irányba. Úgyhogy ilyen szempontból nekem az nagyon fontos, hogy mondjuk Yoda azért egy aljas szemétláda, azt meg kell hagyni nekik, ez egy másik diskurzus, de jaj, van egy másik Skywalker, nem mondom meg ki, találd ki, menjél másfél filmen keresztül, próbáld meg, hogy kiolózni, hogy a Jar Jar Binks vagy a Leila, tehát hogy ilyen szempontból azért nem osztott meg tényleg nagyon-nagyon sok nagyon fontos tudást. Darth Vader az apád, minden sokkal egyszerűbb gondolatok ezzel nincsenek, misztikus gondolatok és frusztráció. Őt azt öld meg, csak még maradj itt, edz, öld meg, kész, vége, egy film alatt végeztünk. Tehát, hogy könnyíthette volna az utat, de nem tette meg. Ennek ellenére meghagyta Luke-nak a lehetőséget, hogy maga fejlődjön ki, maga szerezze meg a tudást, maga járja be az útját, és ez az igazi bölcsesség szerintem. No, akkor én nem értek ezzel egyet. Szörnyű. Váltaljunk. Szóval szerintem Yoda egyébként Obi-Wan Kenobi-vel együtt a Star Wars prequel meg az eredeti trilógiának az egyik legnagyobb balfasza. Tehát, az a baj, hogy a prequel trilógiát egyébként nem nagyon választhatjuk le ebben a történetben, mert hogy hát ott ismerhettük meg úgy igazán Yodát meg Obi-Want. Szerintem egyrészt Yoda mester, főleg, hát ugye nem ő hivatalosan a tanácsnak a vezetője, de informálisan azért mégiscsak ő osztja az észt. Szerintem totálisan tévútra vezette egyrészt a tanácsot is. Ugye van egy olyan mondata, hogy hát igen, egyre több Jedi között érzékelhető az arrogancia, hogy nagyra vannak a tudásokkal, stb. Szerintem ez a mondat a saját magára vonatkozik elsősorban. Aztán amikor megismerik még a kisgyerek van, akit, hát igen, tudom, hogy a midi-klórián szintje az 25-ször magasabb, mint az enyém. Oké, ezt a midi-klóriánt, tegyük zárójában, mert ez a legnagyobb mystic fucking az egész Star Wars sorozat kapcsán. Tehát igaz, hogy ez mondjuk veszélyessé is teszi a gyereket, úgyhogy inkább ne képezzük ki, mondja ő. Aztán amikor mondjuk vannak mindenféle emberi bajai Anakin Skywalkernek, akkor jaj, hát tanult meg elengedni, nem anyagyag, nem ennyire fontos az a csajsz, stb. És ez a balfaszkodás az egész egyszerűen Luke Skywalkerig is kitart nála, és pontosan azok, amiket te is mondtál, hát nem mondjuk el Luke Skywalkernek az igazat, mert megpróbáljuk megakadályozni, hogy Luke Skywalker elmenjen és megmentse a barátait. Hát egy Jedinek mi lenne egyébként az egyik alapvető kötelessége, mint az, hogy segítsen az embereknek. Utána lehet, hogy akkor a Luke az most elmegy, és akkor megküzd az apjával, és nem biztos, hogy ez nyertes lesz az a dolog. És semmi baj, talomban van a Leia hercegnő majd azzal,
fogunk valamit kezdeni. Szerintem tehát az eredeti trilógiának pont az az egyik kulcsmomentuma, hogy Yoda és Obi-Wan mindenféle bölcselkedésével szemben tud Luke Skywalker egy alternatív választ adni, méghozzá az, hogy igen, oda megy a Darth Vaderhez, és érzi benne, hogy ott van a jó, és ezért is sikerül előcsalnia belőle, miközben Obi-Wan és Yoda minden kommunikációval azt mutatja, hogy hát ez már egy menthetetlen ember, és a legegyszerűbb az, hogyha levágod a fejét. Hát June válasza az, hogy ki a legnagyobb bölcs, hogy nem Yoda? Nem Yoda, és ugyan, hogy ki a legnagyobb bölcs, én szerintem Gandalf. Tehát, hogy Gandalf az, aki nem csak így el van zárkózva egy elefántcsonttoronyban per mocsárban, és így osztogatja az észt, hanem egyrészt fölismeri azt, hogy például a hobbitok, akiket mindenki egyébként lenéz, hát ezek ilyen kis gyerekméretű, ilyen pipafüvet szívó részeges disznók, hát ezek tulajdonképpen hasznosak. Bennük is megvan ugyanaz a bátorság, mint bármelyik fajban. Középföldnél, és részt vesz, nagyon tevékenyen és aktívan részt vesz a Gandalf az egész gyűrű háborúban. Arról nem is beszél, hogy egyébként ugye ő azon kevés karakter egyike a gyűrűk urában, aki mondjuk nemet tud mondani a gyűrű csábítására. Regényben is, meg a filmváltozatban is szembe tud nézni azzal, hogy hát igen, én jóra akarnám használni ezt a hatalmat, de még engem is megrontaná ez a dolog, és inkább egy hobbitra bízom rá, aki... Jó, ez nem biztos, hogy annyira bölcs dolog, mert én nem biztos, hogy egy hobbitra bíznám rá, de hogy egyébként rábízza valaki másra, akit nem ronthat meg olyan szinten, mint őt magát. Úgyhogy szerintem Gandalf. Válaszolnék akkor az előttem szólókra, mind a kettőhöz van már meglátásom. Nem baj. Egyrészt Yodánál én is így kiemelném. Az első, tehát a utólag írt trilógiában nyilvánvalóan botrányosan ostobaságokat csinál Yoda. De ha eltekintünk tőle és az eredeti trilógiára fókuszálunk, ott is az a lényeg, hogy igazából minden, amit a Yoda tanít, annak ellenére sikerült a végén győzni. Tehát először is, amikor Yoda azt mondja Luke-nak, hogy ne menj el, mert van, és aztán amikor elrontja Luke-ot közül, hogy van még egy tartalékunk, de hát Leia ott van veszélyben, Cloud City-ben. Tehát, hogy ráadásul annyira nem figyelj Yoda, hogy arról próbálja lebeszélni Luke-ot, hogy a már tartalékembert ne mentse meg Cloud City-ből. És az is egy nagyon érdekes dolog, hogy a Star Wars-ban ugye van ez az egész Jedi szöveg, hogy semlegesnek maradni, ez tényleg ezt a bud... Ugye akkoriban, amikor irodott, nagyon népszerűek voltak, épp felfedezte magának megint az amerikai popkultúra a keleti bölcseletséget, és ez a no attachments, tehát ez a kötődésmentesség, ez nagyon áthatja az eredeti trilógiát. És ez teljesen rendben is van a buddhista filozófia szempontjából, csak a buddhista filozófia tojik arról magasról, hogy egy gonosz birodalmat meg akarna dönteni. Hát itt van egy alapvető ellentmondás, hogy miközben nyomják a buddhista szövegeket, gyakorlatilag igenis meg egy ilyen hagyományos európai hőstetet akarnak végrehajtani, és igazából Yoda egy csomó ellentmondás van. Tehát arra tanítják, hogy ne a harag, ne az indulat, ne törődj a barátaiddal, engedd el az emberi kapcsolatokat, a barátságot is engedd el, nem az a fontos. És ezek után Luke oda megy, haragból győz, Nem nyugalomból győz, a harmadik, a Jedi visszatérben haragból vágja le, győz a párbajba, és csak amikor végre levágja Vader kezét, akkor meg a szeretet élet föl benne, és az együttérzés. Tehát, hogy így teljes, és akkor ugye végül, amit te is mondtál, hogy és rájön arra, hogy Vaderben szemben Yoda és Obi-Wan elképzelésével tényleg van jó, de gyakorlatilag minden ponton annak ellenére győz, hogy sikerül ellene fordulni a Yoda tanainak. Mind a ketten tévedtek, és elmondom, hogy milyen. A rendszerben az a kvázi hallucináció, amit átér ott a Luke, ugye Yoda irányítása alatt átéli, és meglátja a saját arcát Vader maszka mögött. Az a jelzés, ami itt az apa komplexus feloldásának a kezdetét jelzi. Tehát, hogy kvázi, ami, és ez a magyar fordításban nem tudom, hogy van, de az angolban nagyon szépen, finoman van megfogalmazva. Yoda azt mondja, you must confront Vader. Nem azt, hogy megölned, az az első, az a fiatalos alaphangulat. Freudi alapon oda megyünk és meg akarjuk ölni a saját apánkat, hogy átvegyük a helyét. De ő rájött az, hogy ez a fajta harag, frusztráció és bosszú vágy, ez úgy tud csak feloldódni Luke-ban, hogyha ő maga elé áll, kvázi a démonjainak, szembenéz
magával a maszk mögött, felismeri a saját gyűlölete okozta problémákat, és az, hogy ez nem visz jó útra, és így a szeretetet megtalálja magában. Tehát én nem, Yoda konkrétan többször erősködik, hogy konfrontálódjon Vaderre. Ne ölje meg, ne támadja meg, menjen oda, találkozni kell vele, különben ez a gyűlölet, ami benne van, ez sosem fog feloldódni, és nem találja meg a gyűlölet, és a szeretet okozta harmóniát. Ez nagyon szép volt, de egy kicsit lehet, hogy túl sok mindent olvasom bele, de mondjuk fogadjuk el. A Gandalfra átérve, meg azért, igen, adjuk oda is, tehát ha már te neked azt mondtad, hogy nem lehet eltekinteni a Star Wars prequel trilógiáról, akkor Gandalf megítélésénél sem szabad a Hobbit könyvtől eltekinteni, ahol a tölgyfán vagy fenyőfán ülve topozókat dobál a farkasokra, aki kis híján letépik a gatyáját is, típusú Gandalfra, tehát hogy ez azért egy kicsit a bölcs is. És Gandalf volt az a bölcs, aki összehozott egy olyan csapatot, egy olyan küldetésre, hogy ott van az éjszak legveszedelmesebb sárkánya. De van a hátsó kulcshoz egy ajtónk, és van 13 törpe, aki az 5 tonnányi aranyat haza el akarja onnan vinni. Figyeljetek, szerzek nektek egy lopakodni tudó ekkora kis lényt, oda mentek, aztán solve problem, profit. Tehát ugye az a rendkívül kidolgozott tervet hozta össze Gandalf, a bölcs, hogy oda mennek, és ahogy ugye a Hobbitban meg is jegyzik, Bilbo rámutatott, hogy mindig is ez volt a tervüknek a legkevésbé kicsiszolt része. Szóval egyrészt ez Gandalf, másrészt ugye azért Gandalf is egyrészt benyalja a Saruman. Tehát nem jön rá, hogy a rendjének a mestere korrumpálva van. Elég sok mindenre nem jön rá. Gandalf a nagy bölcs, ugye? Aki évezredek óta járni a világot, és azt sikerült elérnie, hogy nagyjából az épp haldoklóban levő elfek ugyan szeretik, de nagyjából minden ember uralkodó mélységesen rühel, és ha megjön már, úristen, itt ez a vészmadár, hagyjatok már békén, és nagyjából szerintem sikeresebben tudná összeszervezni a Sauron elleni nagyszövetséget, ha piszkos Fredként az ellentetjét próbálnám mondani. Tehát, hogy azért a Gandalf határtalan bölcsességének is azért időnként vannak, mint a korlátai. Tényleg nem tudjuk szinti, mert én nem tudom, hogy kire van szó. Én is ezt akartam mondani, hogy basszus, ez annyira kicseszés, hogy még ezt nem láttam, ezt a Last Jedi-t. De abszolút nincs igazad, tehát nem értek egyet? Nem. Különben is egy animéről van szó, amiből Shyamalan csinált filmet. Biztos, hogy nem. Hogy lenne a legikonikusabb bölcs, hogyha ketten nem látták a három szereplőből? Ha? Na. Lapozzunk. Lop. Ha már itt tartunk, zsűri, a bölcsességeteket vegyétek elő. Ki szavaz András Iroh tábornokára? 1-2-3 Milyen érzés így fakjút mutatni a Gergőnek? Nem értem. Jó, ki szavaz Gergő Jódájára? 4 Jun, ne haragudj, ezt nem fogom megkérdezni. A harmadik kérdésünk következik vihar tempóban. Melyik Marvel filmnek van a legösszetettebb, legérdekesebb története? Oké, Amerika Kapitány 2 nyilvánvalóan a Marvel univerzum egyik legokosabb, legjobban összerakott csendlegen filmje. És nem mondom, hogy miért. Amellett, hogy egy rendkívül intelligens, nem túlságosan mély, de azért elég jó korra reflektáló alapsztória van, ugye minden figyel minket az állam, stb. Az Amerikában ugye most is az NSA-n keresztül egy létező probléma. Nem új kérdés, de mindenképpen azért egy frusztráció, ami a modellkon sajátja, hogy az információt hogyan kezeljük, kinek a birtokában van, hogyan lehet azzal visszaérni, stb. Ez párba állítva az, hogy Amerika Kapitány egy öreg ember, és közül nincsen semmihez, ami informatikai alapú, egy tökéletes alapkonfliktusnak igazából egy alapkérdés. Emellett viszont nagyon-nagyon fontos, és azért mondanám, ez talán az egy a legjobb Marvel filmek ilyen szempontból, mert Amerika Kapitánynak az íve van a legjobban kidolgozva az összes karakter közül. Tehát Thor, ő nagyon szeret dolgokat, meg nagyon-nagyon védi a hazát, és stb. És most nem is holdom, nem, mert a többi karakterre sincsen baj, és Tony Stark is remekül fel van építve. De ahogy látjuk már a harmadik trailert az Amerika Kapitány Civil War-ból, látjuk, hogy kvázi Amerika Kapitány hogyan indul el a szimbólum szerepből, amikor semmi más nem volt, csak egy ruha,
hogyan indul el, talál rá a saját személyiségére, kérdőjelezi meg a második filmben, amiről most beszélünk, kérdőjelezi meg a főnökeit, a hitét az országában, a hitét az elveiben, ott ez a nagy dráma alapja, hogy kit szolgál, hogy tényleg Amerika kapitány, vagy inkább ilyen Kanadába kínált szervez az egész, és minél sokkal békésebb lenne. Tehát, hogy az a szerep konfliktusának, a nevének a megkérdőjelezése zajlik itt. És ahogy látjuk, a harmadikban pedig már személyessé válik az egész. Tehát a szimbólumtól eljutottunk a funkcionális katonán keresztül az emberig, aki érez és az egyetlen egy barátja, aki senki nem érti, hogy miért az ő paki a legnagyobb flash-e. Ő az egyetlen ember, akit ismer és él még a múltjából. Ha ennél személyesen motiváció nincs a világon. Úgyhogy ilyen szempontból az ív az tökéletesen meg van csinálva. Meglátjuk a harmadik milyen lesz, de a második az egyik legintelligensebb, legkorhűbb, legkorra reflektáló, jobban összerakott Marvel film. Ja, és akkor ugyanúgy az Amerika Kapitány 2-t szerettem volna mondani, de lelőtte Gergő. Viszont akkor mondanék azért egy-két pozitívumot, mondjuk a Thor 2-ről, amit tudom, hogy kritikailag nem aratott akkora rohadt nagy sikert, mint az Amerika Kapitány 2. Nekem azt tetszett benne nagyon, hogy azért viszonylag sikerült jól kibalanszolni az ilyen sci-fi-s elemeket a fantasy-s elemekkel. Tehát, hogyha bárki egyébként azt mondja, hogy hát akkor lesznek itt ilyen mindenféle elfek, akik űrhajóval fognak jönni, de majd lesznek viking harcosaink, akik le fogják őket kardozni, hogy valószínűleg azt a rendezőt per forgatókönyvírót, azt valamiféle elmegyógyintézetbe zárták volna. Ehhez képest a Marvelben lehetett ezzel játszadozni, és szerintem ezt a dolgot viszonylag jól sikerült megcsinálni. Az én nagyon kedvencem, ami azért ténylegesen kilóg a Marvel filmek sorából, de tulajdonképpen ezért jók a Marvel filmek, hogy mindegyik egy kicsit másabb. Tehát az Amerika Kapitány 2 az egy ilyen kémes, thrilleres valami volt, az Iron Man az borzasztó akciódús, a Thor az tényleg ilyen fantasy-sebb történet, és hát ugye, ami nekem nagyon nagy kedvencem, az a Guardians of the Galaxy. Tehát, és az is pontosan azért egyébként, amit a Thor 2 kapcsán mondtam, hogy most lesz majd egy géppuskás mosómedve, aki össze fog állni egy ilyen nagyra nőtt fával, akinek három elemből álló szókészlete van, meg majd lesz itt valami, nem tudom, Star-Lord, magát Star-Lordnak nevező akárki, és működött a dolog, és a Marvel történeteknek a legszórakoztatóbb filmje volt szerintem a Guardians of the Galaxy, úgyhogy én ezt fogom választani most az eddigi filmek közül, viszont nagyon-nagyon-nagyon nagy reményeket fűzök az Amerika Kapitány 3-hoz, és pont azért, ami miatt az Amerika Kapitány 2 is tetszett, hogy az végre nem egy ilyen kívülről jövő, jönnek az idegenek és akkor meg kell menteni a Földet típusú dolog volt, hanem kvázi az emberiség ott saját magával foglalkozott, és ez most az emberiségen belülről jött a fő konfliktus forrás, mert hogy mi is ugyanolyan szépen el tudjuk húrni ezt a bolygót, mint hogyha jönnének valami idegenek. És az Amerika Kapitány 3 pedig le fog menni még arra a szintre, hogy na akkor ezek a hősök, akiket megismertünk itt az Avengers során, ezek fognak olyan morális, intellektuális vitákba bonyolódni, némi kis lövöldözéssel megspékelve, ami szerintem tök jó lesz. Tehát, hogy én viszont nagyon-nagyon nagy reményeket fűzök ehhez. Hát, sikerült felsoroltam azt a két Marvel filmet, ami a legnagyobb csalódást okozta nekem. És nem azt mondom, hogy nem a Thor 2-re gondolok, mert a Thor 1 után minden pozitív csalódás volt. És nem azt mondom, hogy rossz filmek voltak ezek, csak én csalódtam bennük az elvárásaimhoz képest. A Guardians of Galaxy-ben tényleg nagyon jó pofa az alapötlet, és nagyon jók a karakterek, de pont a történet az, ami ugye most itt a kérdés lenne, hogy én azért egy minimális IQ-t a történetben örömmel vártam volna. Tehát nem az a plot, hogy én vagyok a félisten, akinek kell egy kütyű arról a bolygóról, és nem csettintek, hogy itt legyen, hanem egy hihetetlenül komplex küldetéssorozatot indítok el, ami 18 helyen bukhat bele, és e félék, szóval ez egy kicsit olyan csalódás volt számomra. A másik az Amerika Kapitány 2, ami az Amerika Kapitányt én nagyon szerettem. Popcorn movie, abszolút egy popcorn movie, de egy nagyon kellemes élvezhető popcorn movie, és nekem nagyon nem tetszett az Amerika Kapitány 2-be az, hogy amikor ezt az egész összeesküvős
titkos ügynökösdit előadják, hogy ez egy másik műfajnak a nagyon standard sablon lenyúlása. Hát nekem az volt a bajom az Amerika Kapitány 2-vel, hogy ezt a sztorit már 15-ször láttuk a 80-as és 90-es évek politikai krimieiben. És azért annyira, és nagyon sokszor ezek a nagy konspiráció filmek hajlamosak belebonyolódni a saját maguk háttér intrikáiba, és sajnos ez az Amerikai Kapitány 2-nél is volt, tehát hogy a hogy is hívják a svéd vezetőjét? Nick Fury. Nick Fury zseniális tervel a gyerekkori lakcímén bejelentett cégen át bérli föl az orgyilkost, aki a saját szervezet ellen megy kémkedni, hogy megszerezze azt az adatot, amit így a download gombbal megszerezhetne, mert neki még mindig mindenhez van hozzáférése. Szóval azért időnként megbicsaklott az a történet. És nem mondom, hogy rossz film volt, csak nem érték. Nekem annyira nem jött be, hogy próbáltak, és nem annyira zseniálisan előadni egy ilyen klasszikus politikai konspirációs filmet. Az én kedvencem, ha már Marvel, az az X-Men First Class. Köszönöm. Az X-Men First Class az egy nagyon szokatlan Marvel film, mert ott a történet abszolút a szereplők lelki problémáiról, érzelmi világáról szól, és szerintem nagyon jól van összerakva. Nagyon jól van összerakva benne, hogy talán legjobban tárgyalják a Magneto problémát, a holokauszt túléléstől kezdve a mutáns üldöztetésig. Nagyon jól több dimenziósá teszi Charles Xavier-t, aki nem csak a klasszikus ugye, öreg bölcs, hanem fiatalkori bohémságait. Nagyon jól szerintem a misztikes történet, és az egész az, hogy az egész történetet valóban komplex interakcióik és érzelmeik és azoknak a változása vezeti, és emellett még tök ügyesen bele van rakva egy ilyen hidegháborús visszaemlékezősdi is. Nagyon tetszik nekem az a jelenet, amikor az orosz admirális azt mondja, hogy én már szolgáltam két világháborúba és nem indítom el a harmadikat. Szóval szerintem nagyon nagy pillanatai vannak a filmnek, és egy nagyon erős sztoria, úgyhogy én azt javaslom. Okay, hogyha bemegyünk az énekbe, egy katona például ezt nem teheti meg. Nagyon lelkes és nagyon hősies, de azonnal elültetik a székből is egy másik ember, aki alatta van, és végre megkaptam az állammenő, klik, halál! Egyébként nem, a valóságban is történtek ilyenek, tehát azon a kubai rakétaválság során konkrétan volt egy orosz atomtengeralattjáró, aki följött, nem volt már napok óta, hetek óta kommunikációja, és ott a komisszár és a kapitány majdnem lelőtték egymást, hogy elindítsák-e a rakétákat, vagy sem. Tehát ott tényleg történtek ilyenek. Én ezzel teljesen biztos vagyok azért ez a dramatizálás, ez felróható ugyanolyannak talán, mint ahogyan a ezt illetted, hogy ezeket a klisséket esetleg előtték, de nekem azért furcsa, hogy zavarnak ezek a dolgok, mert hogy semmi eredeti ilyen szempontból akkor nincs. Tehát ha láttunk már konspirációs drámát a 80-as, 90-es évekből, akkor láttunk minden másfajta eredet történetet is, nem egyet, de még X-Menen belül is láttunk ugyanilyen eredet történetet. Én nagyon-nagyon szeretem az X-Men First Class, szerintem az egy zseniális film, és talán a legjobb az újvonalas X-Menek közül, amikor a kettő van, de mindegy. Mindenképpen nagyon-nagyon jó. Én arra szeretném kicsit visszairányítani, hogy ne a kedvencünket próbáljuk meg megtalálni, hogy mi az, ami nekünk nagyon tetszik és szeretjük a misztiket, hanem próbáljunk arra koncentrálni, mert a kérdés maga, hogy legösszetettebb, legérdekesebb. Mi az, ami esetleg túlnyúl a filmes kereteken kívülre is. Az X-Menek azok a borzasztó rengeteg mozgatott karakter miatt örülnek, hogyha a filmet összehozzák, úgyhogy mindenkinek van értelme és vonala. De a Marvel, klasszik Marvel, ugye itt nem a Fox Marvelről beszélünk, tehát az Amerika Kapitány nekem azért is tetszik, mert kinyúlik jobbra-balra a film határain kívül is. Az összetettsége az nem csak magára reflektál, nem csak a sztoriait építi fel jól, hanem mindent behoz, ami eddig történik a háttérben vagy a környéken. Tehát összetettség szempontjából emelném ezt ki, hogy még a kedvencük az ilyen szempontból igen fontos és releváns. De az kétségtelen, hogy az, hogy az X-Men First Class úgy bezárult, az egy rohadt nagy lélegzetvétel volt mindenkinek, és azért nem is volt például sorra elég idejük, hogy ezt igazán felépítsék azon túl, hogy halljon meg mindenki című 46-os gonosz, ami egyébként például a Guardians-ben is abszolút megvan, az teljesen adott például, hogy az a fő gonosz az nem volt a kifejezetten kreatív vagy inspirált alak. De hogy ugyanilyen van az X-Men First Class-ban, és mert neki már nem jut idő, mert már annyi gyerek van az első osztályban, hogy tanára már nem jut idő. Úgyhogy én nem a kedvencség miatt választottam, hanem azért, mert itt a történet a kérdés, és szerintem az, hogy a személyiségek mozgatják a történetet, és nem a világ fenyegető akármi idegen vagy konspiráció, én ezért mondtam azt. Tehát, hogy nem csak azért, mert ez a kedvencem, hanem tényleg az, hogy a történetet nagyon jól a személyi konfliktusok vezetik. Igen, de nem ők vezetik. Hát van egy főgonoszunk, van egy rakétaválságunk, hát az a ellen mennek. Az inkább a háttere ennek, szerintem.
Na akkor, zsűri. András X-Men First Class-a. Eins. Nem sok. Gergő Amerika Kapitány 2-je. Ez, hát ez így négynek tűnik. Chun féle Thor 2, illetve Guardians. Hát ez 2. Gergő 2-1-re vezet Andrással szemben. Fokozódik a nemzetközi hangulat. Negyedik kérdésünk következik nagyon sebesen. Melyik minden idők legjobb Star Wars játéka? Knights of the Old Republic. Főleg az első rész, de a kettest is odavenném. De akkor marad a Knights of the Old Republic 1. És akkor majd érve lehetsz a kettő mellett. Oké, okay, szóval nekem azt tetszett ebben, hogy egyrészt, tehát nagyon jól kikerülték azt a csapdát, hogy akkor most így bele kell ilyen mászni itt a mindenféle Expanded Universe-es kontinuitásba, a regény folytatásokba, képregény folytatásokba, stb. És inkább választottak egy viszonylag kidolgozatlan időszakot, ugye képregények meg egyebek már játszottak így ebben a régi köztársaságos időszakban, ugye azért elég laza volt ahhoz, hogy na akkor oda megyünk, nincsen Luke Skywalker, nincsen Darth Vader, nincsen császár, semmi, és megcsináljuk a saját Star Wars sztorinkat. És nagyságrendekkel jobb volt az a sztori, mint a komplett előzmény trilógia. Tehát egész egyszerűen a BioWare-nek az írói, azok tényleg ráéreztek arra, hogy mitől lesz jó egy Star Wars történet. És utána megcsinálták ezt akkori kornak a technikai színvonalán nagyon jól, tehát persze grafikájában már egy kicsit előregedett, meg egy kicsit másképp csinálják valamit ilyen szerepjátékokat, de egyébként szerintem sztori ügyileg még most is borzasztóan megállja a helyét. Ráadásul sikerült egy nagyon jó ilyen én vagyok az apát típusú csapat berakni a főszereplővel kapcsolatban. Ne lőjük le hátra még valaki nem tudja. Egyébként azt hiszem most Androidra meg iPad-re is kijött egy pár éve, úgyhogy újra lehet játszani. Még hűtőn nem lehet játszani, addig én ezt nem. Úgyhogy szóval nagyon jó Star Wars történetet csináltak. A másik részlet az meg egy zárójeles, hogy szerintem ez, amit itt megtapasztalt a BioWare kreatívkodásban, meg fejlesztésben, az egy nagyon jó mérföldköve volt aztán, ami a többi jó BioWare játékhoz vezetett, többek között az én kedvencemhez, a Mass Effect-hez. Tehát ez egy nagyon fontos mérföldkő volt. Másik, hogy tényleg az irányított játékos karakternek a szintjén egy csomó minden filozófiai kérdésben bele lehetett menni, tehát itt az erővel kapcsolatban, Jedik szitek viszonyával kapcsolatban, stb., amit aztán jól továbbvittek a második részben. Hát Kotor szerintem tényleg egyik minden idők egyik legzseniálisabb számítógépes szerepjátéka. Egyik legjobb, csak a legjobb science fiction játék. Imádom, de szerintem pont nem Star Wars. Nekem az volt a Kotorral a bajom, hogy zseniális, de ez egy harci film. Főleg a nagy plot, de tehát hogy ami ugye a fenyegetés, amiről szólt, az egy nagyon tipikus, igazi, klasszikus space opera a sci-fi fenyegetés, és nem volt Star Wars-os, zseniális volt, nagyon jó volt, mindenki most már akkor szerezze be az új verziót smartphone-on, tessék játszani, de nem. Ami nekem, hát lehet, hogy azért, mert egy vén trotty vagyok, de ami nekem eszembe jutott, hogy az igazi ilyen Star Wars játék, az a klasszikus X-Wing TIE Fighterek. Tehát, hogy lehet, hogy csak azért, mert fiatalkori emlékek, de hogy tényleg az ugye a Star Wars feelinget, a vadászgépekkel ment az ember küldetésről küldetésre, ha nem volt joysticki, akkor egérrel kergette, ha valakinek még megvan az az élménye, hogy próbáltál fordulni az ellenségek után, és tényleg ott egy vadászgépet cikázva, különféle küldetéseket végrehajtva, ugye a TIE Fighterben még itt tök jól földobták, hogy egy ilyen birodalmi beavatási szektába is bekerültél ilyen titkos rendbe. Nagyon jól megragadta szerintem a Star Wars hangulatát, úgyhogy nekem az jutott eszembe, mint kedvenc. Csak egy kis sztori, hogy amikor még az eredeti X-Wing vagy a TIE Fighter ment, akkor én még nagyon pici voltam, tehát valószínűleg nem vagyok olyan vétrogy, mint te. És még nem volt számítógépen, az egyik osztálytársamnál próbáltam ki, és még így nem nagyon találtam egy kis béna voltam, hogy akkor melyik gombot kell nyomni. Ketten játszottuk,
én irányítottam a joystickot, és ő a haverom volt az Artuditú a játékban, és ő nyomja, akkor most pajzsot kérek, jobb klitt, és nyomja. Nagyon jó feelingje volt, tényes való, de én azért tartom a Knights of the Old Republicot Advance-nek, és akkor gyere. Igen, nem tudom, hogy miért nem mondjátok egyébként a Kotor 2-t, vagy ezt nem veszi, vagy hogy is mondjam, de nekem a Kotor 1 fölött mindenképpen minden szempontból történetírás, karakterábrázolás, alapsztori is, abszolút szerintem egy előrelépés a Kotor 2, de nem ezt fogom mondani, mert ez unalmas, úgyhogy mondok valami más, ami érdekesebb. Amikor én láttam a Star Wars-t gyerekként, mi volt a legfontosabb dolog, hogy fényt a lézerkart, valami, akkor még nem tudom, hogy hívtuk pontosan. Az volt a király, az volt a leglazább. Én valahogyan a gyermeki elmében nem regisztrált, milyen borzasztó unalmasak azok a párbajok ott az eredeti trilógiában. Azt látok, hogy félik! Jézusom! Darth Vadernek vörösen félik! Hát ez beszélés! De és ott így ütögették egybe, szóval halál cuki az egész jelenet, de azt mi akkor nagyon lazának tartottuk. És nekem nagyon sok ideig nem hozta el egy játék se azt az élményt, hogy én ebben igazán benne vagyok, de aztán jött a Jedi Academy. A Jedi Academy az egy fantasztikus játék volt, a története nem volt kifejezetten érdekes, de volt. A harcrendszere viszont sosem látott komplexitású volt. Olyan szinte, hogy szerintem nekem az első multiplayer játékok volt. Dedikált szerverek voltak neki, ahol lehetett egymás ellen menni. A különböző kardozó stílusok volt, lassabb, gyorsabb, két karddal, egy karddal, két dupla karddal, szervusz. Szóval ezek mind volt különböző, és emlékszem, hogy bejöttem én a két oldalú fénykardomány, és akkor mondták, hogy csak így chatben mindenki, hogy loser, úristen, két oldalúval, komolyan, két perc alatt kinyírunk, és akkor éreztem meg először az internet kultúrát, hogy így beszívódott a lelkembe, és szívembe, hogy gyalázzák a noobot, de már akkor noob voltam, és utána rájöttem, hogy természetesen a lassú technikával sokkal nagyobb volt lehet sebezni, stb. Egy borzasztóan komplex rendszer volt, egy alapvetőleg ilyen brawler játék. Na, úgyhogy nekem ezért ment a gyermekkori élményem miatt is, hogy ott tudom először kardozni, volt ez a legjobb. Zsűri. András. X-Wing TIE Fighter. Túl örege vagyok. Idősebb a játék, mint ti, vagy mi a helyzet? Akkor Gergőféle Jedi Academy. Van egy rossz hírem, Jun. Ismét van egy rossz hírem. 3-1-re vezet Gergő, ez kezd radikális lenni. Ötödik kérdésünk következik. Melyik trónokharca szereplő lenne a legsikeresebb az éhezők viadalában? Én akarom kezdeni. Én a törpére szavazok, és elmondom, hogy miért. Jöhetnek bármilyen ötletek, hogy melyik a legkirály, meg legnagyobb, meg stb. Legfantasztikusabb hajviseletű trónokharca szereplő, de az a helyzet, hogy ahogy láttuk, ez mind halott volt. A szép lányok nagy javarésze meghalt, az ügyes lányok, az ügyes fiúk javarésze meghalt, a nagy izomkolosszosú összessége meghalt, tehát a küzdelem és a képesség, az ilyen szempontból a harcászati képesség, az nem számított semmit az éhezők viadalában. Ami nagyon fontos volt, hogy nyerd meg a szponzorokat, nyerd meg a közönségedet, tudjál jó kapcsolatokat kiépíteni, csapatokat összeszedni, és legyen intelligenciád az, hogy ezt a végén kijátsz a saját nyerességed érdekében. Én Tyrion-t azért választom, mert egyrészt van benne egy tehát van egy alap szimpátia nézők felé, mivel ugye történővésű, emellett van egy sávja, egy jó humora, van rendes méretű mennyiségű intellektusa, a családja baromi gazdag, úgyhogy szponzorálni bármikor lehetne, és még hitelt is tudnak felvenni, úgyhogy ilyen szempontból alap van, és hát természetesen ott ő a legjobb, aki mindig a legfontosabb, legkirályabb barátot tudja berántani maga mellé, akár pénzzel, akár ígéretekkel, aki megvédi az adott helyzetben, majd tovább áll. Tehát én a picit tök jól el tud bújni. Tehát, hogy rengeteg dolog szó mellette, de én azt gondolom, hogy tényleg az, ez egy tévéműsor is kvázi, aki legjobban tudna szerepelni, mint média személyiség, az nyerne is. És a trollok harcában nekem Tyrion a média személyiség. Nos, azért Tyrionnak van néhány apró hátránya, mondjuk a fizikai nehézségei azért egy ilyen túlélő showban, és azért engem azt se győz meg, hogy azért ugye ahhoz, hogy Tyrion nyerjen, elég sokáig le kéne fizetni egy bronkaliberű, vagy manipulálnia egy bronkaliberű karmestert, akit ugye aztán vagy a végén hátba kéne szúrnia. De Tyrion kezd túl jó szívű lenni ahhoz, hogy ezt megtegye. Tehát én nem ráfogadnék, nekem van egy jelöltem, aki tudja mindezt a showbizniszt, tudja a rajongók teremtését, van pénze, vannak erőforrásai, tud az emberekkel bánni, a női rajongókat is nagyon jól megnyeri magának, és még vívni is tud, ez nem más, mint Oberyn Martell, a Vörös Vipera. Tehát ki más lenne egy showbizniszes, gladiátoros,
népszerűség növelő verseny, legjobb jelöltje, mint az, az az Oberyn, aki félkönyv alatt az egyik legemlékezetesebb karakteré vált szerintem. Tehát, és még vívni is tud. Elmondom, hogy hogy halna meg. Megöli az első embert és ráfogja a testvérének a halálát, és így köröznek egész körülötte addig, ameddig lejár az óra és jönnek a démon kutyák, és még akkor is mondta, hogy vajd be a rohadt élet! Ez egy kicsit övön aluli volt. Most ez aztán baromika nem az én ködöm lesz, mert hogy én sem a trónok harcáért nem vagyok túlságosan, de sem az éhezők viadaláért, de nekem mind a kettő egy... Üssünk két oldalra? És még élvesen fogok távozni ebből a teremből, én így látom. Szóval nem tudom, tehát annyira nem érdekel, hogy most melyik trónok harc a szereplő, hogyan halna meg az éhezők viadalában, hogy valami hihetetlen. Ennyi, nulla pont azt hiszem. Lehet, hogy megnyerted a zsűrit. Erre én is nagyon kíváncsi vagyok, zsűri. Jun semmije. Ez még így is lehet, hogy kevés lesz. András Oberyn Martellje. Hiperafanók, előre! Gergőféle Tyrion. Hát én ezt azért borítékoltam. Már Tyrion miatt is természetesen. Hatodik kérdés. Ki a 2000-es évek legikonikusabb főgonosza a filmvilágban? Na jó, kezdem akkor én. Szóval, hogyha nem lett volna elcseszve a Star Wars előzmény trilógiája, akkor azt mondanám, hogy Palpatine vagy Darth Vader. De mivel Darth Vaderből, aki ugye korábban, amíg meg nem csinálták az előzmény trilógiát, tényleg a legbedesszebb főgonosz volt, de bemutatták a gyerekkorát meg a fiatal korát, és egy ilyen nyávogó, kismacska lett belőle, aki nem tudom, tehát, hogy így elcseszni egy karaktert, mint Darth Vadert, az nem lehet, úgyhogy akkor mondok egy olyat, amit szerintem nem biztos, hogy sokan ismernek, de ugye az új Battle, vagy új, hát ez mit most már lassan 10 éves, a Battlestar Galactica tévésorozatnak az egyik főszereplője, vagy fő karakter, ez a Gaius Baltar nevezető emberke, aki azért nagyon jó főgonosz szerintem, mert hogy annyira rohadtul emberi, hogy nagyon. Tehát, hogy igazából ő azért köcsög, mert túl akar élni, mert ugye eleve ő szabadítja rá a Cylonokat az emberiségre, mert mit tudom én, befolyást, pénzt, meg nagyon sok szexet akar. Ez így szerintem tök emberi. És utána még amikor túléli a nagy világégést, és ott van a maradék 50 000 embernel a Battlestar Galactica maga, a túlélő flottán, még akkor sem száll magába, vagy na, vagy mit kéne csinálni, akkor is így a túlélésre játszik, aztán még politikai vezető is lesz az egész túlélő. Vallást is alapít, mit tudom én, tehát kimaxolja a rohadékságot. És ez jó. Most én rendkívül meglepő módon azt fogom mondani, hogy nyilvánvalóan a Joker legyen bármelyik megnyilvánulása, de Heath Ledgert választottam. És elmondom, hogy miért. Én nem vagyok feltétlenül annyira őrült vakon mód oda Ledgerért, mint ahogy az emberek, miután szegény eltávozott. De az kicsit, hogy ez volt karrierjének a messze legjobb szerepe, és őszintén mindenkit teljesen jogosan lepett meg, hogy egyre jó minőséget tudott kihozni magából és a karakterből. De én ikonikusnak azért mondanám a Jokert, mert ahány megnyilvánulása van, az mindig valahogy rezonál bennünk a korban. Tehát van egy általánossága, van egy időtlensége. Azt hiszem, hogy most az egyik képregényben az a háttérsztória, hogy ő 1000 éves és a Lazarus Pittel, tehát hogy tartotta életbe magát, de hogy valahogyan ő már az idő kezdete óta itt van. És ez nagyon tetszik, egyfajta ilyen sátáni, ilyen luciferi karakterisztikát ad neki. Tehát ilyen szempontból van egy ősisége, egy ősi gonosz attribútuma, másrészt pedig hát lehet aktualizálni, ahogy akarjuk. Most látjuk ugye a szegény létó gyerek, akit borzasztóan utálnak, még pedig nem érdemli meg, hogy néz ki a Joker, az egy nekem egy nagyon kellemesen aktualizált új, neon színű Joker, ami teljesen más. És akkor, amikor kijött a Dark Knight, akkor mi úgy éreztük magunkat, mint a Dark Knight. Minden szar, és esik az eső, és sötét van, és semmi nem megy jól, se a gazdaság, se az. És ebben bejött egy olyan Joker, aki nem nevetett. Teljesen abszurd. De ő volt az ikonja annak a gonosznak, ami ellen küzdünk, annak a fajta szétesésnek, ami ellen a társadalmunk küzd, és ezért volt ennyire sikeres nézőknek. Úgyhogy ilyen szempontból szerintem a Jokerbe visszahozogatjuk a évente, és mindig egy más változatban, de mindig ugyanaz az egyetemes
luciferi gyerek lesz, úgyhogy szerintem ez egy. Mindannyian nagy kedvencémet soroltátok el, tehát hogy nehéz ezekkel vitatkozni. Bár azért Bartánnál elmondanám, hogy igazából én nem gondolok rá annyira gonoszként. Hát a Battlestar Galacticának egy nagyon fontos dolga, hogyha végignézed a történetet, nincsen benne nagyon gonosz. Egy valaki van, aki végül kiderül, hogy mozgatja a szálakat, de még ő is valahogy emberileg tök megérthető. De hogy Bartán majd, hogy nem a főszereplője a Battlestar Galacticának. Hát ő is nem kiválasztotja, hát... és sok minden egyéb mellett. A Joker, az tényleg egy rendkívül ikonikus karakter, én azért nem őt mondanám leginkább, mert én is rá is gondoltam, mert ő azért nagyon, tehát nem annyira 2000-es éveké, tehát hogy azért nagyon régóta ott van, és talán az új Batman trilógiában ugyan emlékezetes, de még nem is annyira, tehát hogy elég sok erős szereplő mellett van. Akit én akkor mondanék, hogy ikonikusság, hát akkor ki az, aki néhány év alatt az ismeretlenségből tudott hatalmas rajongó tábort szerezni? Hát Loki! Na, van akit Loki rajongó? Tehát aztán az... Igen, így, meg kell vetni mindent, még a Lokit is bevetjük ennyire kétségbe esett a helyzet. Nem, tehát hogy tényleg az, hogy ugye nem felépített, nem igazán is, szinte teljesen ismeretlen karakterből, rendkívül jól, tényleg egy ikonikus, visszatérő szereplőt. Ugyanúgy vannak esendőségei, tehát ugye szemben Jokerrel, aki főleg a mostani inkarnációkban egy teljesen enigma, tényleg egy ilyen luciferi erő, őserő. Ezzel szemben Lokinak azért vannak motivációi, vannak érthető dolgai. Hasonlóan Gaius Baltarhoz azért egy kicsit megérthető, főleg a bukás történet a Thor 1-ben. Amelyeket egy nagyon rossz film volt, de pont a Asgardon játszott és a Loki jelenetében, ott azért be van vezetve egy érthető dilemmája valakinek, aki a második, a nem annyira szerencsés gyerek, próbálja a szülei szeretetét elérni, kiderül, hogy nem is a szülei, mi az Isten van. Szerintem Loki nagyon jól fel van építve, és végig megvan ez a esendő, piszkos fretként kavarja, de ő maga is belekavarodik sokszor, tehát hogy ez a kicsit csetölve, botolva, de például az Avengers is végül is végigkavarja. Ez egy annyira ikonikus és bizonyos szempontból újszerű. Tehát egy olyan mastermind, aki nem hátradől és simogatja a macskáját, mint a régi módiak, és nem is ilyen muhaha hűde hatalmas, hanem így éppen, hogy összejönnek a tervei, éppen, hogy nem jönnek össze a tervei, és szerintem ez, na meg persze a Fangirl tábora, azért nagyon ikonikussá teszi Lokit. Gyuri, mit szólunk? András Lokia, 3, Gergőféle Heath Ledger-es Joker, az 4, és June-féle Gaius Baltar. Nem láttatok Battlestar Galacticát, mi? De bölcsész vagyok. Figyeljétek magatokat! Házi feladat, első pont Knight of the Old Republic, második pont Battlestar Galacticát megnézni, mert szerintem egyik legjobb tévésorozat az elmúlt 20 évben. És én is aztán ez a June visszatér. És akkor most átmegyünk hardcore üzemmódba. Ugye van ez a Sean Bean, aki minden filmben meghal, vagy hát majdnem. Na most melyik Sean Bean karakter érdemelte meg legjobban azt, hogy meghalljon? És tőle, de megint legalább egy olyan sikerült fölírnom, amit szerintem kevesen ismernek. Az egyik az Equilibrium című sci-fi film, ami tök jó, és a film logikáján belül tökre megérdemelte a halálát, egyébként ott egy pozitív szereplő volt, és akkor a házi feladat 3 Equilibrium című filmet megvásárolni DVD, hiszen ekkor hozzáférése senkinek nincsen itt. Ugye ez egy olyan világ egyébként, egy nagyon sötét, borongós, mit tudom én, mindenki rá van kényszerítve arra, hogy egy napi szinten egy olyan robot fogyasszon, ami kijöli belőle az érzelmeket, meg nincsen semmiféle művészi igény benne, stb. És ugye a főszereplői pedig olyan ügynökök, akik persze ezt így próbálják betartatni, hogy semmiféle művészi dolog ne jusson az emberekhez, zenék, filmek, könyvek, semmi. És Sean Bean egy ugyanilyen ügynökét játszik benne, aki valamikor elfelejtette bevenni a gyógyszerét,
és ezért elkezdte érdekelni ez az egész téma, körülbelül a 10. percben rövid nagyon, de hogy ez így egy jó, meg emlékezetes karakter volt. Másik, ahol viszont megérdemelte volna egyébként a karaktere azt, hogy valamilyen, nem tudom, nagyon csúnyán belefulladjon valami tóba, vagy nem tudom, az a Nemzet Aranya című film, amit én azért szeretem nagyon, mert hogy ilyen, sikerült egy ilyen kicsit Indiana Jones-os utánérzést csinálni, de modern körülmények között, a kvázi mai világban, és ott szerintem nagyon szórakoztatóan jó főgonoszt hozott. Egyébként igen, Nemzet Aranya nagyon szórakoztató, és rendkívül egyik legeredetibb történetű film, ugyanis Sean Bean nem hal meg benne, ez önmagában meglep mindenkit, ott megérdemeli. Ahol? Melyik az a nem túl régi film, amiben szintén szerepel Sean Bean, Magyarországon forgatták, és nem halt meg, tudja valaki? Hát a Marsi, vagy nem tudom, mi volt a magyar címe, mentő expedíció. Kurva jó film, nézzétek meg azt is. Megjegyezném, hogyha megnézitek, fölismeritek a Home Expo-t, ugyanis a passzázson mennek be, és a NASA gyártólaborja pedig a 16-os épület, ahol egy évvel ezelőtt volt az egyik helyszínünk, úgyhogy én megláttam, és te, ez a Home Expo, ugye moziban, úgyhogy vannak élmények. Igen, és én is vártam, hogy vajon oké, hogy otthon ül meg, ha a Sean Bean. Tehát, hogy ráesik a kínai szatellit valamit, de nem. Aki viszont meghal, nagyon ikonikusan, nagyon látványosan, és meglepő mód szerintem nagyon megérdemli, az Ned Stark a Trónok harcából. Miért érdemli meg a halálát? Hát, mert igencsak hülye volt. Ugye, a Trónok harcában mindig mondják, hogy milyen kegyetlen a Martin, hogy öli a szereplőit, és hogy ebből nagy mém lett, ugye? De az nagyon fontos, hogy igazából megnézitek, Martin minden szereplője úgy hal meg, hogy valamennyire megdolgozott érte. Hát igazándiból azért egy ilyen írói dramaturgias igazságszolgáltatás, egy nagyon kemény, kegyetlen, de némi igazságszolgáltatás mindig van, hogy miért hal meg valaki, és Ned Stark nagyon keményen dolgozott rá. Vegyük végig, kap egy levelet, hogy vigyázz, megölték az előző Hand of the King-et. Hogy van magyarul? Nem tudom. Király keze, valami ilyesmi. Hand of the King-et. Mi? Király segédje? Jó, Hand of the King. Oké. Aztán egyébként megtudjuk a történelem könyvből, hogy az elmúlt nagyjából 10 Hand of the King-ből 8-at megöltek hivatalába. A maradék 2 csak száműzték. Na jó, nem, erre egyet. Szóval azért vannak jelek. És akkor kap egy levelet, hogy vigyázzatok, a Lannisterek rendkívül befolyásosak, nem menjetek oda, intrika van, hú, megérzése van, nem szabadna elhagyni éjszakot, az apja és a bátyja is, amikor lement a király híván, hú, tehát meg volt a profetikus előrejelzés. Jó, oké, proféciákban ne higgyük, lement. Deríti ki a dolgokat, és iszonyatosan múlja. Hát látja, hogy hatalmas intrikák mennek, hatalmas hatalmi játszmák mennek, hú, de szépen hangzik, hatalmas hatalmi játszmák. Halmozottan a háttérben hatalmasodnak, valami, szóval értitek. Dolgozok, lehet, hogy a költői karriert nem itt kezdem el. Keményen megdolgozik, igazán játssza ezt az igazi történelmi regényekből ismert rendkívül múlja naív főhőst. De oké, még ez is egy szerep. Aztán egyszer csak hirtelen tökösbe vált, és ott kezdett el nekem igazán tetszeni a regény, amikor felszívja az anyát, visszatűzi magára a Hand of the King-en, és elkezd ő is játszani. És elkezd ő is játszani a Trónok harcát. És ez itt tök jó kezd lenni, és aztán egy orbitális nagy, két orbitális nagy hülyeséget csinál. Rájön, hogy veszélyben van a családja, és van egy olyan jó szándéka, hogy nehogy a Robert haragjában megölje a fattyait, figyelmezteti Kerszeit arra, hogy mit fog csinálni. Na ez egy orbitálisan nagy baromság, de miért nem lehetett ezt másfél nappal később, amikor a családja és háztartása már kihajózott? Már megszervezte az elmenekülésüket. Miért nem lehetett másfél napot várnia, biztonságba helyezni és utána elmondani a főintrikus asszonynak, hogy tudom a titkodat és meg foglak dönteni? És ezek után, ugye ezért bukja el a családját, és ezek után még ugye azt a hibát is elkövető, figyelj, vesztegessük meg őket is, vásároljuk meg őket is, állítsuk őket is az oldalunkra. Renly is felajánlja, hogy szervessig és segít neki Kerszei ellen. Littlefinger is figyelmezteti, hogy ne így csináld, úgy csináld. Nem, begyalogol.
a becsületes módon. Hát, meg is hal. És megedemelted. Ő intrikus asszonyt megdönteni? Right. Ned Stark az nem rossz. Sőt, ahogy mondtad, igen, tehát hogy igazából neki az ő naivitását, azt, egy új korszak kezdődik nyilván ez az egész dolog, az ő naivitását ki kellett írtani ebből az egész történetszában, hogy csak okos, vagy kb. Okos emberek keringenek egymás körül, és játsszák a különböző intrikus játékokat, hogy ilyen szempontból az, amit Ned Stark képviselt, az már egy elmúlt kornak a visszamaradott erekéje, és ezért ki kell dobni a kukába. Ez tök jogos. Én olyan szempontból tartanám Boromirt, talán még egy kicsit fontosabbnak. Mert ő neki konkrétan azért, hogy sikerre vihessék a küldetést, kellett ő neki meghalnia. Tehát nem a feltétlenül saját hülyesége, bár az is, de az, amit ő képviselt a csapaton belül, azt a fajta emberi félelmet, és félelem okozta gyarlóságot, és önzést, és stb. Az nem lehetett jelen a gyűrűs szövetségében ahhoz, hogy ezek bármeddig eljussanak, de a következő sarokig. Tehát nekem azért nagyon-nagyon tetszik az ő karakteremet, mert te tényleg egy fajta kvázi rákfené, aki ugye megnyeri végül a megváltást, és szembe tud nézni a saját hibáival, amikor már nyilván van túl késő, de hogy ő egy extra súly volt a csapaton, amit hogyha ledobnak magukra, akkor tudtak igazán mozogni. Egy folyamatos veszély lett volna, a képességei nem igazán emelik ki annyira, hogy az más ne tudja elvégezni helyette, hogy dolgokat ütjük le kardokkal. Ami ő volt, az egy sallog kvázi. Viszont, és ez egy személyes kis dolog, hogy ott mindegyik történetében így jölik meg szegény arcot, hogy mindig ott ül a equilibriumban, ott ül egy szobában, és akkor puff, Ned Stark, és akkor nem, mit csináltam, puff. És akkor itt legalább három nyilvesszőig eljut, tehát még egy kicsit benned, de gondoljátok ezt eljut, de most már tényleg srácok, ne csináltok, jó, még térden állok egy kicsit, jó, még pörögjön a kamera, még itt vagyok. Tehát, hogy legalább ilyen szempontból is megdobod, hogy legalább egy ilyen hősies, nagy kaliberű. A karakter számára is fontos, ez furán hangzik, de fontos halált haló, jó szerepe volt, úgyhogy szerintem ezért volt ő talán a legfontosabb, volt ez talán a legfontosabb halála. És szerintem Boromir halála nagyon, nagyon híméletlen volt. Tehát olyan szempontból Tolkientől, hogy, és most tényleg itt inkább a könyvre utalok, mert a filmmel az egyik bajom, hogy Boromirt, ugye a filmben mindig mindent foreshadowingolni kell. A könyvben Boromirnak nagyon kicsi az a jellemhibája, ami miatt elbukik. Tehát az nagyon, ugye a filmben rögtön egy arrogáns, az első szem pillanat jelenetétől kezdve azért látszik egy ilyen lefitymáló, kicsit arrogáns, defetista, cinikus valakit csináltak, hogy föl legyen építve a bukása. De a könyvben egyébként szerintem sokkal finomabb. Tehát, hogy könyvben olyan jelenetek vannak, hogyha belegondolsz, hogy a világ legnagyobb államának a trónörököse, egy feudális világban, és az, hogy hajlandó elfogadni Aragorn vezetőségét, aki egy rongyos menekült, az, hogy visszavesz az art, rögtön tök alázatosan viselkedik a könyvbe vele, nagyon sok mindenben sokkal kisebb ez a jellemhibája, ami miatt végül mégis elbukik. Ez szerintem nagyon érdekes dolog, és hogy Tolkien ilyen szempontból talán még Martinnál is kegyet, olyan kíméletlenebbül nem tűri a hibát, hogy ugye az egész gyűrűkor egy ilyen nagyon tipikusan katolikus etikára épül föl, ahol ugye Tolkien nagyon jelentős, tehát fontos volt számára a katolikussága, hogy egy nagyon szigorú etikára épül föl, ahol egy nagyon kicsi elhajlás is a csúszós lejtőn leránt. És hogy Boromir halála ezért szerintem azért egy kicsit nem annyira megérdemelt volt. Tehát, hogyha megnézed, még mindig jóval alázatosabb, mint egy átlag ember. Tehát a könyvben megnézed, az oké, hogy egy Aragornhoz és egy Frodohoz képest vannak jellemhibái, de hogy önmagában még mindig egy majmi filmhez képest mindig egy nagy jellembajnok. Tehát én azért egy kicsit olyan szigorúnak érzem ott az öreg nyelvész professzorunkat. Nem, régen olvasom könyvet, nem emlékszem, de most, hogy leírtad, ez úgy hangzik, mint az a extra feta srác és hosszú szürkehajú lány a horrorfilmekben. Hogy nem igazán fontos, meg igen, kicsit ilyen fura, de így rá kell csapni, mert hogyha főhősök nem halhatnak meg, tehát kell valakit, akit elrántanak a izébe, és darálva adják vissza. De mondom, nagyon rég olvastam el az esetet, tehát egy ilyen szóban nem emlékszem el. De ja, én úgy gondolom, hogy sallang, és ilyen szempontból ahhoz, hogy a karaktereken keresztül szimbolikus üzenetet vigyünk át, nem lehetnek extra szereplőik, akikhez nem fűződik funkció. Viszont hálásak lehetünk azért, hogy a filmkészítők kihagyták azt a mintegy 150-200 oldalt is, ami arról szólt, hogy éppen milyen a hobbitoknak a mindennapja, és hogyan szívják a pipafilmet állandóan.
Szerintem előbb-utóbb kiadnak ebből egy két filmes külön kiadást. Ne várjuk azt meg. Kedves zsűri, az utolsó kérdés. Az, hogy most volt ugye a Peter Jacksonnal egy ilyen Dr. Who-s történet, és ugye erre te írtad fel a figyelmet, hogy ott az asztalán ott volt a Silmarillion az egyik kötete. Úgyhogy én félek. Félni, én is félek. Zsűri, az utolsó misszió következik. Kemény a mezőny András Ned Starkja, kettő, a Gergőféle Boromir, négy, és egy Partridge. Van. Köszönjük. Ez minden esetre ez egy 6-1-es győzelem volt. Meglepő, de Szilmai Gergőnek. Úgyhogy kérném szépen a fotóst, illetve a nyereményt is. Szeretném átadjam az első díjat. Nem kecske, majd átalakítjuk, de 2015, ami a karácsony legkritikusabb kritikusa. Köszönöm szépen! És nem volt előre beletagírozva Gergő, de hihetetlen. Kinek köszönöd meg Gergőt? Köszönöm szépen nektek, hogy kíméletesek voltatok, és hát köszönöm szépen a gyermekkoromnak, hogy egy ilyen megkeseredett ember csinál belőle, aki mindenben csak a kritikát látja. Nem. Köszönjük a zsűrinek a munkát, köszönjük a figyelmeteket, boldog karácsonyt!